Csák Lászlóval beszélgetünk, akit, hogyha megengedik, akkor egy kicsit ilyen személyesebben fogok bemutatni, akit mindig fel lehet hívni és meg lehet kérdezni, hogyha valamilyen szakértői kérdésben tanácsra van szükségünk az Európai Parlamentet illetően. Tehát, hogy ő az, aki nekem nagyon gyakran, nagyon sokat segít, és ezért tegeződni is fogunk. Köszönöm szépen, hogy eljöttél a stúdióba. Köszönöm a meghívást, szia. Az előbb azt mondtam, hogy egy olyan emberrel beszélünk, aki jobban beszél szinte románul, mint én. És te Magyarországról költöztél ide. Miért volt ez fontos, hogy románul beszélj, hogy vágjunk bele a sűrűbe? Hogy megtanuljál románul is, nem is akárhogy. Hú, hát ez egy nehéz kérdés, mert alapvetően nyelvtanulás, ez mindig egy bonyolult ügy. Én igazából a román nyelvből a szaknyelvet sajátítottam el elég jól, mert hogy enélkül nem lehet gyakorlatilag mondjuk területfejlesztéssel, vidékfejlesztéssel foglalkozni Romániában. Például azok a cégek, akik úgy próbáltak Magyarországról Romániában érvényesülni, hogy a magyar nyelvterületről a magyar gondolkodásmódot hozták, és román nyelvre nem figyeltek oda, román összefüggésekre nem figyeltek oda, azok a cégek már rég nincsenek itt. Én gyakorlatilag 2007-től mindig valamilyen projektfejlesztő céget irányítottam, vagy projektfejlesztő cégnél dolgoztam. Nem tehettem meg azt, hogy mondjuk a nyelvi készségeimet nem fejlesztem, és ezzel kockáztatom mondjuk a cégeknek a sikerét vagy működését. Ugyanakkor meg, hogy én ugye itt kisebbségi magyar lettem, de eredetileg én többségi magyar voltam, és nekem semmilyen bajom nem volt a monarchia többi nyelvének az elsajátításával, tehát én valamilyen szinten korábban megtanultam szlovákul is, csehül is, bár nem éltem ezekben az országokban, csak szerettem oda járni. Nem éreztem úgy, hogy... Tehát nekem nem voltak gátlásaim vagy frusztrációim a román nyelvvel kapcsolatosan. Most már vannak, mert van egy olyan csomó olyan helyzet, amikor lehetne jobban is beszélni. Bizonyos beszédhelyzetekben ez korlátozza mondjuk a mondani valómat, de szakmai összefüggésben nincsenek ilyen problémáim valóban. Két kérdés egyben. Miért jön valaki, miért költözik valaki Székelyföldre, és fontos lesz-e neki azután is, hogy kisebbségi létbe kerül, vagy talán még fontosabb lesz az, hogy a magyar identitását megőrizze? A magyar identitásom az soha nem volt kérdés számomra, tehát biztos, hogy változott. Például nekem a magyarországi magyar identitásomban például a kereszténység az nem volt ott. Nekem ez egy ilyen fejlődési folyamat volt, én itt, tehát engem itt Csíkszeredában kereszteltek, tehát ez egy, hogy mondjam, az identitásomnak a keresztény oldala, az itt jelent meg, itt erősödött meg, és itt van, valószínűleg lesz továbbra is. A magyarságom az nem változott attól, hogy itt vagyok, tehát nekem nincsenek ilyen élmény. Az elején volt ez a csábítás, ami hogyha valaki eljön Magyarországról Erdélybe, akkor mindig jön ez, hogy hú, itt sokkal nehezebb magyarnak lenni. Nem, hát pontosan ugyanolyan. Ezzel nincsen semmi különbség, ez egy csapda helyzet, hogy elmenjünk a magyar identitás mellett, és így mutathassuk, hogy mi még magyarabbak lettünk attól, hogy itt vagyunk. Nem leszünk tőle még magyarabbak a magyar identitás. És kevésbé sem. Ez egy, hogy mondjam, ez olyan, hogy most ez Muravidék, vagy Székelyföld, vagy Pozsony környéke, vagy Budapest, vagy Szeged, ez mind egy-egy speciális magyar identitás, azonos értékű, egy magyar kultúrának és identitásnak vagyunk a részesei szerintem. Legalábbis én így élem meg, aztán lehet, hogy sokan azt mondják, hogy hát mondjuk Csák nem is annyira magyar, de ez engem egyáltalán nem akadályoz abban, hogy továbbra is magyarnak érezzem magamat boldogan. Nagyon sokan azt mondják, hogy mi székelyföldiek mások vagyunk egy kicsit. Ennek sok arca van, hogy vendégszeretőbbek, stb. De én arra szeretnék kitérni, hogy azt is mondják, hogy nehezebben barátkozók, bezártabbak vagyunk, és ezt azzal magyarázzuk mi, hogy hát ugye kisebbségben vagyunk. Érzed ennek a kisebbségi létnek ezeket a fajta hatásait? Szerintem ez nem a kisebbségi létből ered, hanem mondjuk voltak történelmi tapasztalatok a magyarországiakkal, mondjuk a kis magyar világ, tehát a 40-44 között,
mondjuk ezek egy része kevésbé volt kellemes, tehát hogyha a nagyszülők, dédszülők generációjára gondolunk, akkor az ő esetükben ez nyilván egy érthetőbb történet. A mai generációkban inkább van egy erős bizalmatlanság mindennel szemben, ami a közösségen kívülről érkezik. Ez egy nagyon érdekes dolog. Európában mindig az van, hogy van a megelőlegezett bizalom, itt pedig inkább az van, hogy szolgálj rá a bizalomra, és majd aztán majd meglátjuk, hogy... Tehát itt van a megelőlegezett bizalmatlanság. Igen, de ez nem rossz indulat, ez egy óvatosság, ez szerintem teljesen rendjén való. És hát rá kell szolgálni, tehát tényleg ez benne van, hogy itt nem az van, hogy bemész az ajtón, és egyből mindenki szeret téged, és mindenki nagyon happy tőled, hanem itt az van, hogy egyszer, hát itt pár év el kell teljen. Tehát, meg a másik az, hogy azért más a gondolkodásmód, más a kultúra. Tehát, hogy mondjuk én egy ilyen alföldi paraszti kultúrából, ahol ugye mindenki mindig alávetett volt, a székely meg szabad. Hát ez egy egészen más viszonyulás a kérdésekhez. Tehát ugye a szabad székelység, az bár nyilván a székely nemesi előjogokat jó régen eltörölték, de ez a mentalitásban mai napig benne van. Ennyire szabad embereket én Amerikában, Montana államban láttam még, mint a székelyek. Tehát ez nekünk nem mondja meg senki, mert mi tudjuk. Nem biztos, hogy minden esetben jól tudják, ezt azért hozzá kell tenni, de ami a bizalom megszerzését illeti, hogyha a bizalom megvan, akkor utána, tehát itt azért nincs ez a, nem jellemző ez a táposozás, meg ez a kirekesztés. Tehát sokkal inkább befogadó ez a közösség, mint mondjuk a magyarországi közösség az innen oda vándorlókkal kapcsolatosan sajnos. Apropó Ferenc pápa látogatása, ugye azt mondta, hogy járjunk együtt, ez gyakorlatilag számomra azt jelenti, számomra azt fordította le, amit én is évek óta így hiszek és vallom, és ahol csak lehet hirdetem, hogy nem elég egymás mellett élnünk a románokkal, hanem együtt kell élnünk. Tehát, hogy most már, hogy mi volt, azt lehet boncolgatni, ki a hibás, ki nem, de hogy együtt kell élnünk, és hát nagyon sok barátunk van, gondolom neked is nagyon sok román barátod van. Hogy látod, hogy ebben van-e dolgunk? Mindannyiunknak. Biztos, hogy van. A Ferenc pápának a prédikációja az kivételesen egy olyan prédikáció volt, ahol az üzenet nem volt kicsomagolva. Tehát ezzel még dolgoznunk kell mindannyiunknak, hogy akkor mit jelent az, hogy össze kell varni dolgokat, meg hogy tekintsünk úgy a múltba, vagy úgy a jövőbe, hogy a múltat azt el is felejtjük, de nem is. Szóval ez egy nagyon, nagyon, hogy mondjam, szokatlan értelmezése volt annak, ahogy itt kellene élnünk, vagy ahogyan élnek egymás mellett ezek a közösségek. Én azt gondolom, hogy tényleg a sérelmi oldalával azzal azért fel kell hagyni. Tehát, hogy Magyarország is 90-es években nagyon hamar kinőtte azt, hogy Magyar külpolitika mindig azt mondta a 90-es évek elején, hogy mi védtük meg Európát a törököktől, és ezért nekünk jár valami. Hát semmi nem jár azért. Most kell megmutatni, hogy kik vagyunk, és kikkel tudunk együttműködni, és mire vagyunk jók, és mire vagyunk hasznosak. Ha csak a múltba révedünk, biztos, hogy abból sok eredmény nem lesz. Persze, nyilván itt az együttélés, ez egy igen bonyolult kérdés. Azon szerintem még mindenki el kell rágódjon egy kicsit, hogy hogy is kell értenünk, mert nyilvánvaló, hogy nem azt mondta a Szent Atya, hogy akkor menjetek ortodox templomba. Nyilván nem azt mondta, hogy akkor, mert hogy az egyháznak a tanítás, mondjuk a vegyes házasságok kérdését, vagy ilyesmiket, tehát ezek azért nem, tehát ő nem azt mondta, hogy legyetek románok. Nem azt mondta a románoknak se, hogy legyetek magyarok. Ez egy valami olyan út, amit meg kell értenünk, amin dolgoznunk kell, el kell kezdenünk dolgozni azon, hogy akkor mi volt ez az üzenet. Hát hogy mondjam, 1010 évet vártunk arra, hogy eljöjjön a Szent Atya, ugye az egyházmegye alapítása óta ennyi idő telt el. Lehet, hogy sokaknak elsőre ez meg botránkoztató volt, és biztos, hogy az. De
hogy mondjam, hát ez a krisztusi feladat, tehát Krisztus a maga korában sem azt csinálta, hogy jó, akkor ő is csinál egy jó nagy szakállat, és akkor a több írástudók között ott valamit ott monyókol, hanem ő is igencsak megbotránkoztatta a saját korát. Ezt elvárhatjuk egy pápától, hogy ébresszen rá minket bizonyos dolgokra. Az aztán rajtunk múlik, hogy ráébredünk-e, és ha igen, akkor képesek mire? Vagyunk-e? Képesek vagyunk-e rá? Én azt gondolom, hogy egyébként igen. Tehát a minden eretnek, vagy pogány, vagy egyszerűen csak buta kommentáradat ellenére egy nagyon határozott, erős katolikus tömeg volt ott a Szentmisén, ami azt hiszem, hogy megmutatta a székelyföldi katolicizmusnak az erejét. És erre lehet építeni, azt hiszem. Nem lesz időm az utolsó kérdésre, de akkor is muszáj ezt feltennem, hogy te is meghatódtál látva azt a tömeget, mint én? Abszolút, akkor persze. Akkor te székely lettél. Persze. Hát, meg katolikus is. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.